Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szexárd. www.s+cstudio.hu. Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják. Kovács Karácsonyi Dóra vagyok. Fő témáink néhány mondatban. Emberülési kísérlet. A saját öccse is rettegett az apját nyakon szúró nőtől. Vasvillával ölte meg a kutyát, 200 ezer forint pénzbírságra ítélte a bíróság. Korszerűsítés. Sportcentrum fejlesztés kezdődik Bonyhádon. Ismerje fel az érzelmi zsarolót, a félelem vezérli a játszmázót. Az öccse is rettegett attól a 20 éves nőtől, aki az anyjával megpróbálta megölni a saját apját bölcskén. Előbb nyakon szúrta, majd a férfi felesége, a lány anyja elgázolta a család közös autójával a férfit. A lány már egy évtizede undorodik betegesen az apjától. Korábban volt, hogy hónapokat töltött egy kanapén ülve, csak a mosdóba ment ki, mert nem akart arra a padlóra lépni, amit az apja is használt. Meg kell kérdezzem, mit gondol arról, hogy el akarták tenni a lábbal a édesapját? Ezt kérdezte a bíró az emberölési kísérlettel vádolt nő testvérétől. A fiatal férfit nem mutathatjuk meg, ugyanúgy, mint ahogy a vádlottak padján ülő húgát és az anyját sem. A férfi húga egy késsel nyakon szúrta a saját apját, majd a szemébe darázsírtót fújt. A férfi kimenekült a házból, de a felesége, a késsel támadó nőanyja utána ment és a család autójával elgázolta. Egy korábbi tárgyaláson az elsőrendű vádlott, a férfi felesége azt mondta, hogy a lánya több mint 10 éve betegesen írtózott a saját apjától. A fiatal nő csak azért fújta le rovarírtóval a házba bejutó legyeket, mert azok hozzáérhettek az apja bőréhez is. És az is előfordult, hogy a lány hónapokat töltött el a házban úgy, hogy csak a mosdót és egy kanapét használt, mert írtózott attól, hogy az apja által is használt padlóra lépjen. Az ügyész most ennek az okairól kérdezte a lány testvérét. Ez ugye a kanapén, azt mondta, hogy nem is nagyon mozdult el. A fiatal férfi azt mondta, ő maga is félt a saját húgától, ezért amikor otthon aludt, magára zárta a szobája ajtaját. Arról is beszélt, hogy szerinte az anyja nem akarta megölni az apját, a húgáról viszont már nem tudta ezt kijelenteni. Az ügyben most nem született ítélet, arra a következő tárgyaláson kerülhet sor. Vasvillával szúrt agyon egy kutyát egy férfi kakasdon, majd a tetemet elásta a kertjében. A férfi valószínűleg azért követte el az állatkínzást, mert eltűntek a nyulai az udvaráról, és az egyiket egy kutya vehette ki a ketrecből. Ezzel a vasvillával szúrt agyon egy fogszerielt egy idős férfi tavaly augusztus elején Kakasdon. Az eset azután történt, hogy a férfi felesége látta, hogy az udvarukról egy nyulat kivitt egy fogszeriel az utcára. Másnap a férfi a kertjében dolgozott, amikor az utcán meglátott két ugyanolyan fajtájú kutyát, mint amilyen elvitte a nyulát, ezért megkergette őket. A szomszédjától megkérdezte, hogy kik az ebek gazdái. Az egyik épp a szomszédjáé volt, aki bevitte kedvencét az udvarára. Ám a másik fogszterier is követte őket, ezért az igen dúlt állapotban levő vádlott is utánuk ment, és többször megszúrta a kutyát vasvillával. Majd a tetemet elásta a kertjében. Az ügyben a minap hozott ítéletet a Bonyhádi Járásbíróság. A Bonyhádi Járásbíróság állatkínzás vétségében mondta ki bűnösnek a vádlottat, ezért az egyébként büntetlen előéletű vádlottal szemben pénzbüntetést szabott ki. A pénzbüntetés napi tételének számát 200 napban állapította meg, napi tétel összegét pedig 1000 forintban, így a kiszabott pénzbüntetés 200 ezer forint, továbbá rendelkezett a vasvilla elkobzásáról is. A bíróság a büntetés kiszabása során súlyosító körülményként értékelte azt, hogy a vádlott kegyetlen módon végzett a kutyával, azonban enyhítő körülmények is felmerültek. Leginkább az, hogy a vádlott büntetve még soha nem volt, tettét megbánta, beismerő vallomást is tett, valamint egészségi állapotát is méltányolta a bíróság, ezért vele szemben első büntényesként pénzbüntetést alkalmazott. Az ítélet jogerős.
Kölyök kutyát mentettek ki egy 12 méter mély kútból dombóvári tűzoltók. Az otthonról elszökött 4 hónapos állatot a gazdája napokig kereste, végül egy kútban talált rá a kétségbe esett és kimerült kutyára, ám onnan többszöri próbálkozás után sem tudta kiemelni. Ezért kérte a dombóvári hivatásos tűzoltók segítségét, akik épségben kimentették az apró négylábút. El kellett bontani a kútkávát, egyik leereszkedett a mélybe, és úgy hozta fel a 4 hónapos kiskutyát. A picúrnak, keresztelt ebnek szerencsére a kimerültségen és az ijegységen kívül más baja nem esett. Újra jelentkezhetnek az iskolarendszerű szakképzésben egészségügyi szakmát tanulók az ápolói ösztöndíjra, amelynek összege havi 40 ezer forint. A pályázat célja, hogy minél többen akarjanak ápolók lenni, és ehhez támogatást is kapjanak, mondta Páva Hanna, az Állami Egészségügyi Ellátóközpont főigazgató helyettese. A pályázatra február 18-ától március 31-ig lehet jelentkezni. Független igazságügyi szakértő vizsgálhatja meg az épülő szekszárdi uszodát, erről is döntöttek a Város Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának tagjai. A napirendi pontok között emellett a korábban bezárt régi úszoda is szerepelt. Több mint 15 millió forint ráfordítása lehetne a régi úszoda épületét annyira felújítani, hogy ott rekreációs központ működhessen, legalábbis az önkormányzati tulajdonú Szekszárdi Városfejlesztési Kft. Ügyvezetője szerint. A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke viszont azt mondja, ennél jóval olcsóbb ajánlatot is kaptak, ezért valószínűleg külső cég végzi majd a munkát a bizottsági tagok hétfői döntése nyomán. Az épülő új úszoda épülete szintén téma volt a bizottsági ülésen. A tagok azzal kapcsolatban abban állapodtak meg, hogy független igazságügyi szakértőt bíznak meg, akinek az lesz a feladata, hogy felmérje pontosan milyen állapotban van az épület, valamint arról is döntöttek, hogy azt tanácsolják a közgyűlésnek, hogy a város szerződésbontás esetén sem mondjon le a kötbérről. A fogorvosi ügyeleti díj is napirenden volt. Eddig a szekszárdiak mellett több környező település lakói is ingyenesen vehették igénybe a szolgáltatást, a díjat viszont teljes egészében a Tolnai megye székely önkormányzata fizette. Most a város ezért megkeresi az érintett falvak vezetőit, hogy a lakosság számhoz arányítva fizessenek ők is a költségekbe. Több egyesület és alapítvány támogatásáról is tárgyaltak a bizottság tagjai, ezekről viszont most nem döntöttek, mert mint mondták, még nincs a városnak elfogadott költségvetése. Így nem tudják, mennyi pénzből kell gazdálkodni az önkormányzatnak 2020-ban. A kivitelező átvette a munkaterületet, és megkezdődhet a Bonyhádi sportpálya felújítása. A beruházást az állam 1,6 milliárd forintos támogatásával hajtja végre a város. Az átadásra ez év októberében kerülhet sor. Átadta a Bonyhádi sportpályát a város a kivitelezőnek, és ezzel elkezdődhet a felújítás. Filoni Ferenci Bolya polgármester azt mondta, a közhiedelemmel ellentétben nem stadion épül, hanem a meglévő pálya felújítással kezdődhet meg. Magyarország kormánya 1 milliárd 567 millió 180 ezer forinttal támogatta Bonyhád városának azt az igényét és azt a kérését, hogy sportinfrastruktúrális célra fejlesztéseket valósítsunk meg. Ennek a támogatott forrásnak az egyik részét a Perccel 44-ben található kuriális háznak a felújítására fordítjuk. Itt már az építkezés zajlik, az a közbeszerzés már hamarabb lezárult, és ott már folyamatban vannak a munkálatok, és a másik része ennek a támogatott forrásnak a felhasználásának pedig a sportpálya felújítása. A tervek szerint megújulnak az öltözők, korszerű műanyag borítást kap a futópálya, illetőleg megújul a nagypálya, és egy új füves edzőpálya is létrejön. Emellett világítás is segíti majd a felkészülést. Külön Roland, a Bonyhádi Sportcentrum igazgatója azt mondja, várhatóan magasabb színvonalú sporteredmények lesznek a korszerűsítés után, miután a Majosi és a Bonyhádi labdarúgók is magasabb osztály elérését tűzték ki célul. Az atlétikai klubnak is vannak tervei, hogyha már itt van egy ilyen szép és elkészül ez a rekordtán futópálya mindenféle atlétikai elemmel, akkor ők is szeretnének majd minőségben esetleg olyan versenyeket idehozni, amik eddig nem voltak jellemzőek. A város valamennyi lakójának épül ez a pálya, nem csak a versenyzőknek, hangsúlyozta a város polgármestere. Október 22-ig tart a felújítás, és a tervekben egy nagyszabású nyitó mérkőzés is szerepel. Gyakran itatja át az érzelmi zsarolás a kapcsolatainkat, ám annak felismerése és kezelése nem könnyű feladat. A Bonyhádi Vörös Marti Mihály Művelődési Házban tartott pszichológiai előadás témája az volt, hogy megvilágítsa az érzelmi zsarolás fogalmát, fajtáit, és azt, hogy megfelelő kommunikációval, önismerettel és önbizalommal sokat tehetünk a zsarolás ellen.
felnőtt kapcsolatokban egyensúlynak kellene lennie. Éppen ez az egyensúly hiányzik azokból a kapcsolatokból, ahol az érzelmi zsaroló uralkodik a másik félen. Elhiteti a másikkal, hogy minden rosszért az áldozata hibás, míg a zsaroló a jó. Debulai Nagy Melinda pszichológus azt mondja, gyakori az ilyen játszma a párkapcsolatokban, a családokban, sőt még a munkahelyeken is. Ha pedig egy ilyen játszmába kerül az ember, az első és legfontosabb tennivaló megérteni a zsaroló mozgató dugóit. Az egyik fél mindig a hibássá válik az adott problémában, míg a zsaroló fél mindig azt mondja, hogy én nem vagyok hibás semmiért, nem vállalok felelősséget, minden a te hibád. Mindig mindenért a másikat hibáztatja, őt okolja. Ebből kifolyólag ő egy ilyen felsőbbrendű személynek fog tűnni. A Bonyhádi Vörös Márti Mihály Művelődési Házban tartott előadáson az érdeklődők megtudhatták, hogy többek között létezik büntető, önsorsrontó, szenvedő érzelmi zsaroló. Utóbbi jellegzetes mondata, azt se vennéd észre, ha valami történne velem. Amíg a mártírt a szeretet hiány, addig a hideg érzelmi zsarolót az érzelemtől való félelem vezérli. Annak ellenére, hogy milyen nagy embernek tűnnek, milyen hangosnak tűnnek, nagyobb a füstje, mint a lángja ennek az egész történetnek, mert iszonyatos félelem munkál bennük, hogy elhagyják őket, iszonyatos félelem munkál bennük, hogy őket lenézik, megalázzák, és hogy ezt így megelőzzék, inkább ők azok, akik ezeket a dolgokat megteszik. A szakember azt mondja, ha nem is könnyű a feladat, nem lehetetlen változtatni az ilyen kapcsolaton különböző stratégiákkal, megfelelő kommunikációval. Az áldozattá vált félnek például érdemes elgondolkodnia azon, hogy miért engedi meg a zsarolónak ezt a viselkedést. Ha pedig képessé válik határt szabni neki, megértetni vele, mekkora kárt okoz, és megkeresni a zsaroló lelkisérülését, és feloldani azt, akkor megmenthető a kapcsolatuk. A szekszárdi törvényszék, a Tamási Járásbíróság és a Tolna megyei rendőrfőkapitányság per szimulációt tartott a Gyönkit Tolnai Lajos gimnáziumban. Mi irányítjuk az életünket, vagy csak sodródunk másokkal? Ha az utóbbit szeretnénk elkerülni, mit tehetünk? Többek között ezekre a kérdésekre is keresték a választ az elképzelt büntetőjogi tárgyalás során. Főleg kezdősofőröknél veszélyes az, hogy egy hamis biztonságérzetet ad a vezetőnek. Csak egyetlen alkoholos ital, csak egy pillanatra kicsatolt biztonsági öv. Ennyi is elég ahhoz, hogy megtörténjen a baleset, a baj, és szinte alapjaiban kell újra tervezni az életet. Hangzott el a sodródás címet viselő perszimuláción. A Gyönki Tolnai Lajos gimnáziumban szervezett elképzelt büntetőjogi tárgyaláson a szexuális törvényszék, a Tamási Járásbíróság és a Tolna megyei rendőrfőkapitányság munkatársai működtek közre. Mindig is érdekelt így a jog, már gondoltam is rá, hogy jogi egyetemre menjek, ám ezt elvetettem. De maga az előadás szerintem nagyon hasznos volt sokunk számára. Többen vannak úgy, ugye így az alkoholfogyasztás miatt, akiknek ez szerintem hatalmas segítség volt. Igazából ugye így a jogosítvánnyal kapcsolatban is, illetve a KRESZ szabályait is ismertették velünk. Én nagyon örülök, hogy ilyen tájékoztatást kaptam, szerintem ez nagyon hasznos így a jövőnkre nézve. A perszimulációt Andódi László törvényszéki bíró koordinálta, aki folyamatosan megállította az eseményeket, magyarázta azokat, és kérdéseket tett fel a diákoknak, ezzel is érthetőbbé tette az eseménysort. A közel 2 órás programot a fiatalok végigfigyelemmel követték. Mi nem azt próbáljuk bemutatni, ha ezt csinálod, akkor ez lesz a következmény. Erről is beszélünk, de nem ez van a fókuszban. Az van a fókuszban, hogyha ő neki van egy élete, a jog tulajdonképpen lehetőséget ad arra, hogy megéljük az életünket, szabadságunkhoz, a tulajdonunkhoz, az egészségünkhöz. Ez mindenkinek a sajátja, és erre nagyon kellene figyelni, és ezzel mindenkinek jó kell sáfárkodni. És ha innét nézzük, akkor azon, hogy kap egy ilyen nagyon személyesebb, egyéni színezetet a dolog. A rendezvény célja a diákok jogi ismereteinek bővítése és a bűnmegelőzés volt. Regionális híreink következnek Baranya és Somogy megyékből. Fehér hurka, töpörtyű és más finomságok disznóból készültek az ételek Baranyában. Jelmezbe bújtak és műsort adtak az idősek, a munkáról szólt a Sásdi nyugdíjas farsang. Farsangi jelmezesek a hegyháti településekről, iskolások búcsúztatták a telet egyházas kozárban. Disznóból készült finomságok várták a baranyaiakat a hétvégén több helyszínen is. Sejjén már 13. alkalommal rendezték meg az Ormánsági Fehér Hurka Fesztivált, Gödrén pedig idén harmadszor szerveztek töpörtyű és forralt bor ünnepet. Az események célja a hagyományok megőrzése mellett a közösség összekovácsolása.
hurka, kolbász, szalonna és még sok más disznóhúsból készült finomság várta azokat, akik ellátogattak a hétvégén Sejére. A Baranyai településen minden évben megrendezik az ormánsági Fehér Hurka Fesztivált. Az egésznapos programra az erdélyi nyárát Sejje lakosai is ellátogattak. A testvértelepülésről érkezett csapat a térségükre jellemző hagyományos ételeket készítettek. Csinálunk egy torokpecsenyét puliszkával, rendesen puliszkát főzünk, kukoricadarából van ez a... Utána akkor, aztán lesz akkor ez a gombócleves, és azt is csinálunk, hogy meg lehet kóstolni. Lesz tőtelekes káposzta, és ilyen véres húrka, az is tőtünk. Amilyen szokás van nálunk, mindent be fogunk mutatni. A sütésfőzés és kóstolás mellett vásárral, színpadi produkciókkal is készültek a szervezők. Nagy Attila polgármester stábunknak elmondta, 12 évvel ezelőtt rendezték meg először a fesztivált. Mozgai József rendesmesterrel és Szabó Béla mezőgazdasági vállalkozóval közösen az önkormányzat megszervezte az első disznótorost, és azóta évről évre a segítő közreműködésükkel tudtuk újra szervezni, és 12 év alatt az akkor induló 6 csapatból és szűkös részvételből ez lett. Ma már egy nagyon sikeres és nagyon népszerű rendezvényünk. Ez pedig már Gödre, ahol szintén különböző disznóból készült ételek várták a vendégeket. A településen ugyanis idén már 3. alkalommal rendezték meg a töpörtyű és forradbor ünnepet. A program során a csapatok 7 kg zsírszalonnából készíthettek töpörtyűt, amit szakértő zsűri is értékelt. Gelencsér Gábor polgármester azt mondta, az önkormányzat egyik kiemelt célja a vidékfejlesztés és az értékteremtés. Ezen belül pedig fontos részt képez a gasztronómiai értékmentés. A disznóvágásnak egy... Ma egyre népszerűbb kis darabkáját fogtuk meg, az a töpörtyű készítés. Erre építettük rá ezt a rendezvényt, amely mindig egy évnyitó rendezvény itt Gödrében. Minden évben február közepén tartjuk. Először 13-23, idén pedig 28 csapat méri össze itt a töpörtyű készítő és forradbor készítő tudását. Természetesen az elkészült finomságokat meg is kóstolhatták a résztvevők. A rendezvényen elhangzott, a falusi disznóvágások már több évszázada hozzátartoznak a vidéki élethez. A rendszerváltás időszakában volt némi visszaesés, a gazdasági visszaesés következményeként, azonban az utóbbi években azt látjuk, hogy egyre több polgármester, egyre több fiatal polgármester éleszti újra a régi hagyományt, egyre több helyen rendeznek a megyében falusi disznóvágásokat, illetve a disznóvágáshoz kapcsolódó közösségi rendezvényeket. Az ilyen programok célja, hogy ápolva a hagyományokat, a térségben élőket még közelebb hozzák egymáshoz. Ezt a megyei önkormányzat is fontosnak tartja, ezért támogatták a rendezvényt, tette hozzá Őri László. Kánkánozó nyugdíjasok, tőszoknyában táncoló idős férfiak, részlet az Apáca Showból. Többek között ezeket a mókás produkciókat láthatták a Sásdi nyugdíjas farsang résztvevői. A településen már több mint egy évtizeden rendszeresen megtartják az időseknek szervezett mulatságot. A rendezvényen 2 nyugdíjas klub tagja is feléptek jelmezbe bújva. Az Apáca Showból adtak elő részletet a Sásdi idősek a település nyugdíjas farsangján. Az őszidő nyugdíjas klub tagjai életében a humor, a játék, az aktív időtöltés mindennapos már 30 éve, mondja vezetőjük. A tagságunk, hát elmondanám, olyan 35-40 körül van jelenleg. Nagyon jó kis csapat, mit tudok róla elmondani még, és tényleg, hogy a mi saját örömünkre játszunk, kirándulunk, sétálunk, meg kártyázunk, hát ami közben jön így mindent. Elég sokat kirándulunk és megyünk. Kánkánoznak a település másik nyugdíjas klubjának női tagjai. Majd őket követték a férfiak, akik szintén a Levendula nyugdíjas klubot képviselték, amely 5 éve alakult intézményi keretek között. Intézményesítetten megalakult itt egy nappali ellátás, idősek nappali ellátás, ami jelenti, hogy reggel 8 órától délután 4 óráig foglalkozásokat szervezünk az idősek számára, és hát nyilván olyan programokat találunk ki, amire szívesen eljönnek ők is. És ezen belül alakult meg a Levendula nyugdíjas klub. Céljuk, hogy aktív életet éljenek az idősek, hogy minél tovább egészségesen tölthessék a nyugdíjas éveiket. 2007-ben, 13 évvel ezelőtt, amikor alpolgármester voltam, jött az ötlet, hogy rendezünk nyugdíjasoknak is bált.
egyre nagyobb érdeklődés van évről évre. Ebben az évben 150 főre terítettünk, és hát mind a két nyugdíjas klubunk évről évre műsorral is, és jelmezes beöltözéssel is színesíti a programot. Ez a Sásdi nyugdíjas farsangok története, mondja a képviselőasszony. A jelmezesek ajándékokat kapnak minden évben. Az esemény célja, hogy jól érezzék magukat az idősek, ezért minden a mókáról, mulatozásról szól a bál ideje alatt. Egyházas Kozári, Bikali és környező településekről érkezett gyerekek együtt búcsúztatták a telet. A Hegyháti Iskola tagintézményének farsangján voltak egyéni jelmezek is, de a legtöbben csoportosan öltöztek be és műsort is adtak. A zsűri a 11 társultelepülés polgármestereiből állt. Két községben, két épületben működik a Hegyháti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Egyházas Kozár Bikali tagintézménye. Még Bikalon az alsó, Egyházas Kozáron a felső tagozat található. A közös farsangra még a szomszédos településekről is érkeztek gyerekek. Ez összeköt minket a közös hivatali rendszer, meg most már nagyon régóta, 97 vagy 98 óta közös iskolai rendszerünk van, és az iskolai rendszeren belül mindig megvan ez a közös farsangi bál, és akkor itt vannak a gyerekek, jól érzik magukat, itt van bikali, kozári, lengyeli gyerek, nagyhajmási gyerek, alsómocsoládi gyerek, tehát nagyon sok települést járnak hozzánk, Mázáról is vannak, kárászi gyerek is van, úgyhogy nagyon sokan jönnek ide, és akkor ilyenkor meg szoktuk hívni a polgármestereket, ahonnan járnak ide településekről gyerekek, ők szokták adni a zsűrit. Az intézmény igazgatója saját életéből vette az ötletet a jelmezéhez. A közelmúltban született meg hetedik gyermekük, ezért nagy családos apukának öltözött a farsangon. Az alsó tagozaton ott közel 70 gyerek tanul, a felső tagozaton 50, és hát ez a családias légkör jellemző ránk. És hát ez ebben is megnyilvánult, hogy ma reggel, ahogy beléptem az iskolába, a kollégák is beöltözve fogadták a gyerekeket, tényleg válogatottnál válogatottabb ötletekkel jöttek, és a gyerekek élvezik ezt a napot, szinte ez olyan, mint egy ilyen kvázi bolondok napja számukra. Herman Brigitta szülőként és pedagógusként is szerepet vállalt a farsangon. Kisfia elsős osztályával egy bohóc produkciót mutattak be. Ők pedig önállóan szerettek volna egy kis jelenetet előadni a telefonhasználat veszélyeiről, úgyhogy őnekik csak annyit kellett segíteni, hogy instrukciókat adni, ők egyébként mindent önállóan megcsináltak, úgyhogy így a kettő akkor belefért, hogy akkor a gyerekemmel is tudtam, illetve az osztályommal is, ez fontos. A Hegyháti Intézményi Társulás 2009. augusztus 1-én alakult, melyet 11 tagú társulás tart fenn Mágocs gesztorságával. A közös farsangon a legkisebbektől a legnagyobbakig mindenki részt vett. Ismét falusi disznóvágásra várták a helybelieket a Baranya megyei kárászon. A hagyományos program minden évben nagy népszerűségnek örvend. Idén 130 főre készítettek vacsorát. A munkálatok kora reggel megkezdődtek, az udvaron a férfiak az állattal, a konyhában az asszonyok az étellel foglalkoztak. Az önkormányzat nevelte disznóból a helyi idősek is kapnak majd kóstolót. Idén is megrendezték a már hagyományos falusi disznótort kárászon. A baranyai településen évek óta minden februárban megszervezik ezt az eseményt. A közösségi programra nagy részt a falubeliek érkeztek, többen már az első alkalom óta részt vesznek a disznóvágáson. A férfiak ugye a vágáson, a feldolgozáson, az asszonyok pedig az étel elkészítésén. Közösségi program, mint minden közösségi program a közösség összetartozását erősíti. Ugye Kárász nem nagy létszámú közösség, 300 valahány fő a lakosság, ugye ez egy kis közösség, és így ünnepelünk. Amíg a férfiak az állattal foglalkoznak az udvaron, addig az asszonyok feladata, hogy kiszolgálják őket étellel, itallal. A finomságok hagyományos recept alapján készülnek, ezeket már kora reggel elkezdik sütni, főzni. A reggelivel foglalkoznak az asszonyok, csináljuk a hagymás lecsós sültvért, lesz egy kis sült máj, meg sült hús. Akkor hozzá a kenyér, a savanyúság, és utána talán, hogyha a fiúk megérdemlik, akkor kapnak még egy kis süteményt. Az édességek nagy részét már előre elkészítették, hiszen a disznó feldolgozása után bőven akad munka a konyhában. Az egész napot kitöltő program baráti hangulatban telik, és nagy népszerűségnek örvend minden évben. Amikor kitaláltuk ezt az egész, hogy legyen egy falusi disznótoros, akkor kicsit szkeptikusak voltunk, hogy egyáltalán jönnek el a faluból, mert hogy hát falun azért többen vágnak disznót még. És az elsőtől kezdve telt házzal működik a rendezvény, most is 130 főre fognak vacsorát készíteni a hölgyek,
Úgyhogy igen, én azt gondolom, hogy ez egy népszerű rendezvényünk. A 345 kg-os disznót egyébként az önkormányzat nevelte. A feldolgozást követően többek között a hurkát, a kolbászt és a sonkát más rendezvényeken is felszolgálják majd. Emellett az időseknek is eljutatnak egy-egy csomag kóstolót. Végül mutatjuk újra röviden, hogy miről szólt a híradó. Emberülési kísérlet, a saját öccse is rettegett az apját nyakon szúró nőtől. Vasvillával ölte meg a kutyát, 200 000 forint pénzbírságra ítélte a bíróság. Korszerűsítés, sportcentrum fejlesztés kezdődik Bonyhádon. Ismerje fel az érzelmi zsarolót, a félelem vezérli a játszmázót. Szerdán délelőtt kisüt a nap, de a déli órákban erősen megnövekszik a felhőzet. Délután gyenge vagy mérsékelt nyugati szélben borongós idő lesz jellemző. Estétől elszórtan előfordulhat egy-egy zápor, mérsékelt eső is. Friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint érdekes, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!